Egyetlen kérdésem lenne, manapság egyre jobban terjed országunkban az öngyilkosság népszerűsítése, ezt nem is tudtam, mint egy lehetséges megoldás a bajoktól. Azt kérdezném, hogy aki ezt cselekszi, nyerhet-e üdvösséget, köszönettel Gábor, nem. Az öngyilkosság, ahogy benn van a magyarban, nagyon jól szavat használ a magyar nyelv erre, gyilkosság. Az egy más dolog, hogy mást ölünk, vagy magunkat ölünk, mindenféleképpen vérnek az ontása. És a Biblia vér ontás szankcionálja. Nagyon bölcsen beszél Isten Noénak, amikor a vér rontást tiltja meg. Tehát az ember se a másiknak a vérét, vagyis az életét nem olthatja ki, se a saját maga életét nem olthatja ki. Az élet Isten ajándéka. Ezzel kell sáfárkodnunk. És ha valaki ezt az életet elveszi magától, akkor azt jelenti, hogy tönkre teszi az Istennek az ajándékát, nem vállal érte felelősséget, és így tovább, és nyilvánvalóan ennek nagyon súlyos következménye lesz, tehát elfogadhatatlan, nem probléma megoldó, hanem még mélyebb problémákat hoz létre az emberben, és amit aztán a földi élet után következő létformájában tapasztal. Tudjátok, hány öngyilkosban a pokolban, akik azt mondják, csak egy percre tudnék visszajönni a földi életbe, és lebeszélnék mindenkit. Mert a földön lévő legnagyobb nyomorúság sem mérhető azzal a nyomorúsághoz, ami a pokolban van. Ott a pokolban, amit szenvednek az emberek, az itteni földi pokol hozzája képest éden. Csak az ember az érzelmileg nagyon sokszor eltulozza azokat a negatív tapasztalatokat, környezetet, amiben él, és úgy gondolja, hogy ilyen szenvedést nem lehet kibírni. De sok ennél nehezebbeket bírtak ki az elődeink, mi is ki fogjuk bírni, ezt ne súlykold az agyadba, hogy nem bírod ki. Nagyon sok mindent. Úgy teremtette Isten, hogy nem könnyen hal meg az ember, és nem könnyen dobja fel a talpát, ha nem akarja. Úgyhogy válaszd az életet!